besétáltam az amerikai követségre, megkerestem a kultúratasét, és elmondtam neki, hogy hát van egy stockholmi ösztöndíjam, és ezt valamelyik amerikai diákkal el szeretném cserélni. És hát már vagy egy fél órája beszélgettünk, amikor kiderült számára, hogy magyar ül vele szembe, mert addig ő azt hitte, hogy helybéli szudáni vagyok. Megkért, hogy hát akkor beszélgessünk másutt, mert azt a helyességet, ahol beszélgettünk, azt a szudáni hírszerzés lehallgatta. És megkérdezte, hogy hát volna-e kedvem esetleg nem az Egyesült Államokba menni ösztöndíjjal tanulni, hanem visszajönni Magyarországra. Mire mondtam, hogy de hát én egyáltalán nem akarok visszamenni Magyarországra, ott kommunizmus van, rettenetesen nem szeretem, és nem mondták, hogy igen, de akkor tudnék esetleg valamit tenni ellene. És nekem rettentő nagy lett a mellényem, amikor rájöttem, hogy nekem viszont van lehetőségem, hogy ne féljek, hanem tegyek ellenük valamit. Úgyhogy elfogadtam a felkérést. A technikai eszközök használata körülményesnek körülményes volt, de be lehetett gyakorolni. Tehát tulajdonképpen gyakorlás kérdése volt, hogy az ember mennyire ügyesen használja, mert annyira miniaturizált volt minden, hogy iszonyú precizitást igényelt, iszonyú koncentrációt, amikor mondjuk egy fél milliméter átmérőjű mikrofilmet kell kibányászni egy papírlapból, amiben a papírlapban egy zseb volt kialakítva, amibe bele volt téve a maga a mikrofilm. Az ember rátette a mikrofilm olvasó szerkezet lencséjére, hát maga a szerkezet volt max. 1 centi, a lencséje pedig kb. 1 milliméter átmérőjű, és utána azon kellett elolvasni egy teljes gépelt oldalt, egy 30 soros, sűrűn teli gépelt oldalt, úgyhogy annak minden szavát tisztán, érthetően el tudja az ember olvasni. Ez az elmúlt 40 évben annyit változott, gyakorlatilag a megfigyelések javarésze, most már olyan 70-80% az elektronikus megfigyléssel zajlik. A műholdaktól kezdve a mikroelektronikáig mindent bevetnek, de azért a klasszikus, hagyományos hírszerzési módszereket is megtartották, mert a személyes jelenlét, a személyes kapcsolat az ma ugyanúgy számít, mint 20 vagy 40 évvel ezelőtt. Ugyanannyit alakult, mondhatnánk, mint az újságírói szakma. Hát egy újságíró gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint egy hírszerzőtiszt, vagy egy diplomata, aki tulajdonképpen egy mindenki által elfogadott hivatalos kém, hírszerzőtiszt. Csak diplomáciai védettséget élvez, és mindenki tudja róla, hogy ő hírszerzőtiszt. A biztonsági előírások azok örökérvényűek. Én magam is tudom nagyon jól, hogy annak köszönhetem a lebukásomat, hogy a konspiratív szabályokat nem tartottam 100%-ig. Az az állapot, amikor az embernek minden radarja egyfolytában be van kapcsolva, az egy idő után lefárasztja, lestrapálja az embert, és akkor hajlamos azt mondani, hogy na jó, hát most ez egy kicsire nem adunk. Viszont kell adni. Tehát nem mindegy, hogy egy szórakozó helyen, mit tudom én, bontatlan üveg sört kérek, amit ott az orrom előtt bontanak ki, vagy kihoznak egy korsót, mert ki tudja, mit tettek bele. Nem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközzel megyek, mert lehet, hogy az egyiket jobban lehet követni, mint a másikat. Nem mindegy, hogy milyen helyekre jár az ember, milyen szokásai vannak. Tehát szokásokat időnként kénytelen az ember változtatni tudatosan, mert ha túl rutinszerűvé válik egy bizonyos megszokás,
azt nagyon gyorsan és könnyen ki lehet használni. Tehát azt az ellenség vagy az ellenfél buta volna nem kihasználni.